Csak belőttem a méreteket, hogy megfelelő magasságban legyen a helyzetem. Köszöntelek szeretettel benneteket, és nagy kiváltság nekem, hogy itt lehetek veletek. És külön örömmel hallottam a evangéliumi diákkörök, az evangéliumi diák misszióját beszámolót, és én is bátorítalak titeket, hogy napokban is éppen Szegeden és Debrecenben is zajlik az evangéliumi diák misszió. Egy ilyen hadjárat jellegű kampánya. Most jöttem, mikor Debrecenből ide indultam, akkor a sátornál voltam, ahol Bringa Box, bicikli box utcába lehetett behajtani a diákoknak a kerékpárral, és ingyen javítják a biciklit nekik az edékások, és közben pedig, míg javítják a kerékpárt, akkor bizonyságot tesz nekik Jézus Krisztusról. Aztán vittem nekik rágót, és mindenkinek mondom, ez ima rágó, miközben rágod, imádkozol az emberekért, és Sipos Márk barátomtól pedig hallottam, adni fogunk az előadásról kimenőknek, hogy jó szájízzel távozzanak, és annyi nevet kuncolok, mert tudja, hogy ő is benne van a dologban. Szóval teljes erőből ez a mai téma, és azt szeretném ezzel kapcsolatosan előjáróban mondani, hogy nekünk keresztényeknek nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek erős kapcsolataink keresztényekkel. Tudjunk egymásért imádkozni, tudjuk egymást bátorítani, és tudjuk elmondani, hogy ki is volt írva ide, hogy nem vagy egyedül. Ki az, akinek erre szüksége van? Akinek nincs, az még nem tudja, de szükségünk van rá. Viszont az Isten bennünket nem csak erre hívott el. A mennyei atya nem azért választott ki bennünket ebből a világból, és adta a fiát értünk, hogy áldj meg, Uram, minket, klubokat hozzunk létre. Hanem azért is elhívott bennünket, hogy Isten serege és harcosai legyünk, hogy bátor hősök legyünk, hogy az Isten királyságát képviseljük, hogy a királyok királyának harcosaiként az ő seregében felálljunk, és bátrak legyünk, mint akinek a legnagyobb és leghatalmasabb ura van ezen a világon. Tudtok el egy ámen mondani? Hiszitek ezt? Tehát a názareti Jézus az Izrael báránya és Júda oroszlánya. A legerőteljesebb, a legfenségesebb, a leghatalmasabb, a legdicsőségesebb király. A legnagyobb uralkodó. A leghatalmasabb, a legerőteljesebb. Mindenek fölött való. Ennek az Istennek a szolgálatában állunk. Meggyőződésem, hogy néha mi a problémáim miatt és a szükségeim miatt megfeledkezünk arról, hogy aki ő. Sokkal több mindent tapasztalnánk az életünkben meg, ha el tudnánk mondani, ami ki is van írva a szlájdon, hogy megváltom, azaz te vagy az én bűneimért, szenvedő Krisztus, aki szenvedtél helyettem, miattam is értem, aki elhoztad az Isten szeretetét és kegyelmét, hogy nekem megbocsásd a bűneimet, és új és örök életet adj nekem. De te nem csak az én megváltom vagy, hanem te vagy az én életem királya. Azaz mindenek fölött rendelkezel az én életemmel. Ura vagy az életemnek, a tiéd vagyok, Uram. Általában az első részét szeretik az emberek jobban hangsúlyozni, és sokkal könnyebb ezt mondani és elfogadni. Megváltom vagy, Jézus, olyan cuki vagy, olyan aranyos vagy, hogy te ilyen sokat szenvedtél, értem. És tényleg, tök ciki az egész, hogy ezt miattam kellett, de annyira jó, és bejött nekem, hogy nem megyek a pokolba. Ú, de jó. Hát a többi az lemarad róla, de hát nem jött be. Nekik is van lehetőségük. De ugye nem csak eddig jutunk el, hanem te vagy az én királyom. Azaz minden percemmel, minden órámmal, minden pillanatommal, minden gondolatommal, minden erőforrásommal rendelkezel, mert tőled kaptam az életet, nélküled levegőt sem tudok venni. Ezért tudom és vallom, hogy te vagy az én életem ura, és te vagy az én királyom. A tiszta erőből témában mindenképpen ugye beszélünk el Isten szelleméről, mindegy hallottuk a mai alkalommal az evangelizációról, a bátorítást is célul tűztük ki. Igyekszem ennek megfelelni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében a názáreti Jézus Krisztus szavait idézi Lukács, az evangélista, azt mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, vagy Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és Júdeában, és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Ma van kedd, tegnap este a régió lelkipásztorai közül, hogy 30-an összejöttünk, és imádkoztunk azért, hogy a Debrecenben fölépül a stadion, akkor ott az evangélium hirdettessem. 20.020 őrőhelyes a stadion, a Debreceni stadion, hogy annyi lesz. Én néha kimegyek, körbeautózom, és elkezdek imádkozni. Uram,
hajrá Loki egyébként, de meg Fradi és Ute és a többi, ki meg drukkol, nem ez a lényeg, hanem úgy hiszük, ha épül a városban egy ilyen építmény, akkor az elsősorban Istennek épül, aki a Föld és minden, ami betölti. És úgy hiszük, hogy ott nekünk az evangéliumot kell hirdetni. Nem mondom, mikor körbe autózom azt a nagy stadiont, akkor nem gondolkodom, hogy hogy lehet ez majd megvalósítani, 20 000 ember. Azért az nem kevés. De nem az a lényeg, hogy 20 000 ember legyen, és hogy nem az a lényeg, hogy hány ember lesz ott, hanem hogy mi ott legyünk az evangéliummal. És bátran fölálljunk. És ne csenevés, szerencsétlen módon gondolkodjunk saját magunkról, és a mi Istenünkről. Isten nem egy múzeális érték, hogy el kell menni a Szép Művészeti Múzeumban és megnézni, milyen volt régen. Isten ma eleven, friss, élettel teljes. Nem egy múmia, akit a vitrén mögött megnézel, letűnt idők szép napjai. Isten ma, tegnap és örökké ugyanaz. Dicsőség ezért neki. Isten szellemét adja minden kereszténynek. Aki megtér, újjászületik, abban lakozás vesz Isten szelleme. A kérdés az, hogy engeded ezt a szellemet uralkodni, engeded Isten szellemét megnyilvánulni, engedem Isten szellemét működni. Isten szelleme dolgozik. Olyankor is, amikor nem gondoljuk. Kollégáimmal utaztam néhány napja, egy futball tornán vettünk részt, és szombat este volt, már mikor jöttünk hazafelé, és én vasárnap prédikálnom kellett, vagy lehetett, nem kellett, hanem lehetett. Kiváltság, és készültem, olvasgattam. Erre az egyik kollégám megkérdezte, hogy miért vagy ennyire antiszociális. Vagy itt, mi itt vagyunk, te meg olvasol. És mondom, bocsi, én prédikálni fogok holnap, és hát készülnöm kell. És a prédikációra nem az emberekből kell készülni? Nem velünk kellene beszélgetned, hogy felkészülj a prédikációra? Tök jó, mondasz, igazad van, be is csúgtam helyzeteimet, és elkezdtem velük beszélgetni. Idéznél azokból az Biblia részekből, amiből prédikálni fogsz? És a szeretett himnuszáról akartam prédikálni, és elkezdtem idézni nekik. És elkezdték kérdezgetni, hogy akkor azt jelenti, hogyha valaki gazdag, és pusztán azért segít valakinek, hogy a lelkiismeretén könnyítsen, az semmit nem ér. Hogyha minden vagyonom szétosztom. Ez ezt jelenti? Pontosan ezt jelenti. És akkor megkérdezték, te miért jársz gyülekezetbe? Mi jó neked abba? És akkor ezt el lehetett mondani. Kétszer tettem fel a gyülekezetnek előző két héten ezt a kérdést, hogy miért jártok gyülekezetbe? Nem kértem választ, csak gondolkodjunk el rajta. Elmondtam. És honnan tudod, hogy az emberekre hatása van a prédikáció, amit elmondasz? Lehet csak azért mondják, hogy jó volt, hogy tetszenek neked. Tényleg lehet. Nem, akkor azt mondtam neki, figyelj ide. Van a gyülekezetben olyan, aki skizofrén állapotában két személy beszélt belőle. Úgy jött először a gyülekezetbe. És amikor imádkoztunk érte, ő megszabadult. És elvégzett egy egyetemet. És láttam volt drogosokat, akikből két gyerekes családapák vannak. Isten megszabadított őket, és helyre jutotta az életüket. Mondom, nem egy prédikációval lehet meglátni, hogy Isten cselekszik és működik, hanem egy életszakaszból. És akkor csend lett. Mert Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Isten szelleme működik. Lehet, hogy így működik Isten szelleme, nem is gondoltál, nem is készültem rá. Persze imádkoztam reggel, mint jó keresztény, Uram, áld meg ezt a napot, segíts, hogy tanúbizonyságot tegyek valakinek. Csak úgy gondoltam, hogy miután beszéltem a Nemzeti Színház igazgatójával előző alkalommal, és kértem ezt is az Úrtól, és tudtunk beszélgetni a Szentírásról, a Bibliáról, az erkölcsről és a hitről, megtettem a dolgomat. Csak Isten többet készített azokkal a kollégáimmal, és újra beszélhettem, akikkel már beszéltem. Mert nyitva volt a szívük, és jó kérdéseket tettek föl. Isten szelleme cselekszik és működik. Isten szelleme elkészíti a lehetőséget. Isten szelleme kiárad az életünkből. Isten szelleme megjelenik. Megjelenik a kapcsolatainkban, a környezetünkben. Ő működik. Működni szeretne. És működő jelenléte tapasztalható. Mert Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erő, olvassuk együtt, az erő, a szeretet és a józanság lelkét vagy szellemét. Ugye az evangélium megosztása az nem egy ismeretközlés. Az nem kémiai képletek és vegyületek megosztása az emberekkel. Az evangélium megosztása legfőképpen az Isten szeretetének a közlése emberekkel. Egy olyan szabadító üzenetnek a megosztása, amelyben benne van az Isten szeretete és irgalma. Amelyben nem az üzenet a lényeg, hanem az ember.
akivel megosztod. Az üzenet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember megszabaduljon. De nem az üzenet a lényeg, és nem is az, hogy én evangelizálok, hanem az az ember a lényeges, a személy. Istennek mindig az egyetlen személye fontos. És amikor az evangelizációban azt gondolom, és megértem azt, Istennek fontos az a másik ember. Szereti őt. Odaadta a fiát érte. Ezek ugye közhelyekké válhatnak gyakorló keresztények számára, és kell ebben Isten kegyelmét kérnünk, hogy megújítsa a szívünket. De amikor az ember válik fontossá, akkor Isten megtalálja a szellem által az utat a te számodra, hogy közöld az evangéliumot, hogy oszd meg személyre szabottan az embertársaddal, osztálytársaddal, szüleiddel vagy szomszédaiddal. A missziónak tehát a szíve, a lelke, az Isten szeretete, és az üzenet ezen a csatornán keresztül megy át, a hamisítatlan, szabadító üzenet. Pál apostol azt mondja, hogy ő nem szégyeli az evangéliumot, mert Istennek ereje az. Valóban így van. Tehát az evangélium az Isten hatalmas ereje, szabadító ereje van benne. Miért van szükség erre a szabadító dünamiszra, óriási erőre és hatalomra? Emlékszem, egy fiatal ember mondta el a bizonyság tételét, amikor bekerült a gyülekezetbe és megtért. Drogos mámorban ültem a Balatonparton, hiszem talán a Velencei tó partján. Haverok tőlem nem messze. És úgy éreztem, hogy mi értelme az egész életemnek. Hogy ez így fog menni örökké. És ahogy ezen gondolkodtam, a kezemmel a homokban éreztem valamit. Megnéztem, egy kereszt volt. És akkor Isten szólt hozzám, hogy ő valami jobbat akar adni. Eszembe jutott egy barátom, akinek láttam az arcát az egyik közösségi oldalon, és láttam, hogy bár ő árulta a drogot korábban, hogy az arca megváltozott. Láttam a tekintetét, hogy milyen boldog. És gondoltam, hazamegyek, azonnal fölhívom. Mert ővele történt valami, ami nekem szükségem van. Ezért fölhívta a volt drogdílert, hogy adjon neki valami jobb anyagot. És ez a drogdíler elmondta neki az evangéliumot. És ez a srác megtért. Megszabadult a drogtól. Nem elvonók úrán, nem különböző hetes, hónapos kurzusokon, azonnal. Azonnal leszakította Isten róla a drogkötelékét. És azóta két gyermekes családapa, és elvette egy lányt, akire emlékszem, amikor az első alkalom eljött egy ilyen evangelizációs alkalomra, és meghirdettük azt, hogy lehet elfogadni Krisztusban a szabadítást, az új életet, a bűnbocsánatot, fölugrott a helyéről. Erős dohányos volt. És úgy ment el az Isten tiszteletről, az evangelizációi konferencián, kidobta a kukába a cigarettát, és soha többet rá nem gyújtott. És átadta az életét Krisztusnak. Azóta ez a lány már felesége ennek a fiúnak. Szóval, hogy milyen erőteljes, ami az Urunk, az ezekből a történetekből, és azokból a történetekből, amelyből mi jöttünk. Hogy sokszor keresztény családba, a gyülekebe felnőve sok csalódás ér bennünket. És sokszor azt gondolom, hogy több esetben lehet tapasztalni az erőtlenséget. És nem azt lehet látni, hogy milyen dicsőséges az evangélium, meg milyen nagyszerű az Úr, meg milyen nagyszerű keresztények lenni, hanem éppen ellenkezőleg. Sokszor ki lehet ábrándulni, vagy több esetben érhet bennünket kiábrándító csalódás a felnőttek részéről, akik egyébként elő vannak, és azt mutatják, milyen frankók, és amikor megpiszkáld az életüket, látod, hogy ilyen is lehet. Az is csoda, hogyha valaki ennek ellenére felismerte Isten kegyelmét, és világosságot nyer, és ennek ellenére megismer azt a Krisztust, aki hamisítatlanul mutatja be neki az élő Istent, és az élő Istennek a szeretetét. Tehát szabadulásra van szüksége az embereknek, és ez a szabadító erő benne van az evangéliumban, de nem az evangéliumban magában van benne, hanem a názáti Jézus Krisztusban van benne. Krisztus maga a szabadító, Jézus, Jeshua, azt jelenti szabadító. A világban van egy problémánk a missziónkkal kapcsolatosan. Az a problémánk, amikor az emberekkel kezdünk beszélgetni, leginkább nem azt tapasztaljuk, hogy a nyakunkba ugranak, és azt mondják, hát alig vártalak, hogy végre valaki ezt elmondta nekem. Hol a Gyüli? Hol a medence? Töltsétek föl, megyek. De általában nem ez az első reakció az embereknek. Amikor már ez a reakció, akkor ott már abban az életben van Istennek korábbi munkája.
mint ahogy elmondta egy lány a hétvégén a szegedi gyülekezetben, tagfelvétel volt, bemerítésre készül, hogy meghalt a nagymamám, aki hívő volt, és mikor meghalt, onnantól kezdve tudom, hogy milyen hatalom van az imában. Mert valami eltűnt az életünkből. Valami védelem, valami áldás eltűnt az életünkből. És én rájöttem, hogy a nagymamám imái tűntek el az életünkből. És rájöttem, milyen hatalom és erő van az imában. Hogy ma is hallottuk. Én ma is, mikor beszéltetek itt az imádságról, ahogy Sanyi is mondott, és azt mondom, Uram, taníts engem imádkozni. Mert bizony, van mit növekednem az imádságban. Akkor a názáreti Jézust látták a tanítványok imádkozni, és reggel csendességet tartott, és akkor mentek napközben, és akkor a bakok láttak, a süketek hallottak, a leprások megtisztultak, végtaguk nőttek ki, 5000 embert etettek meg, és sorolhatnám, akkor azt mondták, hogy Jézus, ugye már taníts már meg bennünket imádkozni, mert mi beszélünk ugyan Istenhez. De mikor imádkozol, akkor valami le is száll a mennyből. Szóval valamit tudsz, amit mi nem. Taníts minket, Uram, imádkozni. És ez a nagymama ezt tudta az imatitkát, és valószínűleg nem valami különleges imádságokat mondott, nem valami könyvből tanult imádságokat mondott, valószínűleg nem olvasta a 200. imádságról megjelent könyvet, hanem gyakorolta talán 200-jára is az imádságot, egyszerű módon Istenhez véve, Krisztus által odavéve családját, az embereket, és hitt az ima erejében. És nem az is az imádságban hitt, hanem az Istenben hitt, akihez beszélt, akivel beszélgetett, akihez intézte a szavait, akivel megbeszélte a dolgait. Tehát az emberek, azok vakok és rabok. Azt a képet látom magam előtt az életben, amikor én is beszélgetek emberekkel, hogy néha olyanok vagyunk mi keresztények az evangélium hirdetéssel, mint amikor valaki bemegy a büfékocsiba egy express vonaton vagy intercity-n, és akkor mindenki eszegetek is kajáját, és iszogatja az üdítőjét, mosolyognak, nevedgélnek, beszélgetnek, és valakoda megy, hogy gyerekek, bocs, nagy baj van, a vonat a szakadék felé szalad. Nem fogtok célba élni, mindenki meg fog halni. És akkor ők ránk néznek így a zsömléből, a szendvicsből, és az üdítőből, a kávéból, és elment az eszed, és mi érezzük magunkat rosszul? Pedig mi tudjuk, hogy szakadék felé megy a vonat, és amikor ilyeneket hallunk, magunk is elbizonytalanodunk. Azt mondjuk, hú, lehet, hogy nem is gondolom jól. Pedig én tudom, hogy a vonat a szakadék felé szalad, és előbb-utóbb mindenki meg fog halni. És el fog veszni. Ezért én megpróbálok szólni nekik, csak ők azt mondják, hogy ez így zent vagy. Ez nem a múlt század, ez a középkor. Felejtsd már el. Ez azért gondolkodnak így, mert vakok és rabok. Tehát olyan embereket akarunk futásra serkenteni, akik le vannak láncolva. Ezért szabadulásra van szükségük. Amiért imádkoznunk kell, értük, az evangelizációnak ezért az egyik nagyon fontos lába az ima. Könyörögni kell, értük, hogy megszabadíts őket az Isten. Mitől? Lehet, hogy a tanulásmániától, a karrierizmustól, a pénzszerelmétől, az elfoglaltságtól, a Facebooktól, az internettől, a videójátékoktól, a fájdalomtól, a szexuális elkülönstelenségtől. Lehet, hogy ezek kötik. És ha beszélgetsz velük, látni fogod, hogy mi a kötelék rajta. Mi az, ami megköti az életét, ami miatt kényszer alatt van. És elkezdesz imádkozni, Uram, szabadíts meg ezt az embert a hamis elfoglaltságtól, a karrierizmustól. Törd meg a názáreti Jézus Krisztus hatalmas nevében rajta ezeket a láncokat, Uram. Nyisd ki az ajtót. És akkor elkezdünk imádkozni, valóban imádkozni. Tehát nem csak reszelővel menni, és akkor reszelgetni ott valamit, hanem megbombázni dinamit rudakkal, körbe rakni a cella ajtót, és meggyújtani, és felrobbantani az egész börtönt. És amikor ki van nyitva az ajtó, akkor lett volna, gyere ki. Akkor Lázár kiparancsolja Jézus a sírból, az első dolog az volt, hogy el kellett hengeríteni a követ. Nem a kövön keresztül kellett szegény Lázárnak, meg volt az egész baja. Ding, ding, ding. Gondolj bele, hogy gyerek Lázár, ding, gyerek Lázár, ding. A szegény még össze is törte volna magát. Hát ugyanilyen dolog egy embert arra bátorítani, hogy szaladj velem, gyere, én szeretem Jézust.
De szegény mindig próbál szaladni, de nem jut sehova. Mert nem is érti, miről beszélsz. Mert kell neki világosság az Istentől. És ugyanígy éltük át mi is. Lehet, hogy sokan hallottátok az igét a gyerekkorotokban, a gyülekezetben, a szülőktől. De mikor világosságot nyertetek arról, hogy mit jelent személyesen az evangélium, a názáreti Jézus Krisztus halála és feltámadása, amikor ez személyessé vált, na az volt az a pont, amikor már láttatok, és tudtátok követni a názáreti Jézus Krisztust, mert nem ugyanígy volt. Amikor Isten világossá tette az elveszett állapotomat, a romlottságomat, a bűneimet, az volt az a fordulópont, amikor megértettem ki az a názáreti Jézus Krisztus, amikor nem csak hallottam róla, hanem láttam őt szenvedni. És mondta az Isten, íme az én fiam, aki értett szenvedett és halt meg. És átéltem a szabadulást. A kényszerből, az ördög rabságából, a halálfogságából, a bűn kényszerítő ereje alól. Tehát az emberekért imádkoznunk kell, hogy ez a vakság és rabság megtörjön az életükön. Mert megvakította e világ Isten őket, és nem látnak. És rabok, ezért van az, hogy a büfékocsiban mosolyognak rajtunk, vagy az egyetemi büfében mosolyognak rajtunk, és mennek a bulikba, Isten nem érted, miért csinálja? Hát látom rajta, hogy annyi fájdalom érte már párkapcsolatban, miért csinálja? Mert meg van kötözve, azért csinálja. Mert kényszer alatt van. És nem is akar gondolkodni rajta, mert ha gondolkodik, jobban fáj neki. És nincs megoldás. És ha gondolkodott is valaha rajta, akkor is tudja, nincs megoldás. De van. De van megoldás. És ez nálunk van, keresztényeknél. A kulcs nálad és nálam van. Nyilván Krisztusnál van a kulcs. A helyzet kulcsa. Hoztam nektek egy videóbejátszást, amit az evangéliummal kapcsolatban szeretnék most megosztani. És ezzel folytassuk most. Nincs hang nélkül, azért ez elég vérszegény. Ebben egyet kell értsek veletek. Tehát. Nem lesz hang? Az egész technikai stáb rajta van. Nem lesz hang. Hát akkor engem kell nézzetek. Majd elviszitek a videót, aki még nem látta. Akkor szerintem kapcsol ki nyugodtan, és akkor vegyünk. De nagyon jó videó egyébként, nekem tetszik. Majd vigyétek el, itt ezt a gépen, itt hagyom, a pendrive-on el lehet vinni. Az egész videó arról szól egyébként, hogy az emberek alapvetően keresésben vannak. Csak kicsit is van időnk beszélgetni velük, akkor előbb-utóbb valahol találunk egy olyan pontot, amikor látjuk, hogy keresik a válaszokat, keresik a megoldást. Viszont azt is kell látnunk, és ez is valóságos, hogy a kereszténység legnagyobb része néma. Vagy ha beszél is, nem érti az előzőkben elmondott bibliai igazságot. Ha valljuk meg őszintén, amikor az utcán látunk Jehova tanúit, vagy mormon egyháznak a tanúit, vagy esetleg a szcientológia képviselőit, osztogatni a szórólapot, nyomulni, átmentünk a másik oldalon, és nézzük, de tök ciki. Mit csinálnak ezek? És eszünkbe sem jut, hogy körülnézzünk, hogy lépten nyomon épülnek a királyság termek. Településről településre építik fölfelé a termeiket, a Jehova tanúi, hamis bibliafordítással, tévtanításokkal, az embereket becsapva. Miért lehet, hogy ezt megtegyék? Két ok miatt. Egyrészt az emberekben van valójában szomjúság és vágy a spiritualitásra. Valamilyen válaszra, valamilyen Isten hitre. Nyilván az, hogy miért, az egy másik kérdés.
A másik dolog pedig az, hogy mi hagyjuk ezt, hogy ezt tegyék. És nem csak ezt teszik például a szentológusok, hogy hirdetik a tanaikat, hanem tanukat nevelnek. Tehát tanítványokat nevelnek, akik a tanaikat hirdetni fogják. A kérdés az, hogy mi ezt így nézzük-e, vagy magunk is azt mondjuk, hogy igen, mi is bátran fogjuk vállalni az evangéliumot, akár az utcán, a tereken, de minimum a suliban, a lépcsőházban, a munkahelyen, minimum, bátran. Mert nem leszünk némák. És nem engedjük meg, hogy humanista felfogással, vagy különböző tanoknak a hirdetésével megragadják az embereket ezek a ilyen tanoknak a képviselői. Többször hallom egyébként, amikor beszélgetek az evangelizációról emberekkel, hogy ma már ez nem működik. És még majdnem elhiszem. Csak mondom, az bosszant, hogy mindenfelé látom a Jehova tanúinak az épületeit, új épületeket építeni. És azt kell gondoljam, hogy valami nagy baj van, mert mégiscsak működik. És én csak azt látom, hogy mindig vannak megtérők, és vannak megszabadulásra vágyó emberek, akik meg is szabadulnak. Folyamatosan vannak. Én ezt látom. A gyülekezetünkben is vannak, és amikor nincsenek, akkor én már nagyon rosszul érzem magam. És betege vagyok, és imádkozok, és keresem oda, miből kell megtérnünk. Mit gondolunk rosszul? Mit csinálunk rosszul? És amikor megpiszkáljuk, látom a langyosságunkat, látom az ima életünk ellaposodását, látunk az Istennel való kapcsolatunkban a megkövéredettséget, a közömbösséget, az erőtlenséget. És akkor én ekkor ideghez szoktam menni. És először is rajzolok egy kört, és azt mondom, Istenem, belállok, és azt mondom, Istenem, ezen a körön belül hoz változást. Amikor azt mondják emberek, hogy már nem jönnek a hajnali imádságra emberek, mert hát fáradtak, meg dolgozni kell, akkor azt mondtam, akkor itt a vége, akkor én megyek először. És ha van kedvetek, jöttök, hanem én mindig ott leszek. És jönnek. Mégiscsak jönnek. Mégiscsak van, aki vágyakozik, hogy imádkozva keresse az Istent. És amikor megáldja az Úr a csapatot, azon a hajnali imán, és betölt Isten szent lelke a szíveinket, és úgy megyünk dolgozni, és akkor azt mondta az egyik kollégám egy ilyen hajnali ima után, te figyelj már ide, azt mondja, olyan furcsa vagy. Hogy nyugodt vagy. Hogy valami azt mondja, mondtam neki, hogy hát figyelj, én gyülekezetbe kezdtem, ott imádkoztam. Hát csinálhatnád többször is. Hát ilyen ereje van az imádságnak, jó? Nem feltétlenül azt kell gondolnotok, hogy elharapom a torkát a kollégámnak. Bár volt már olyan is, hogy Isten kegyelme, hogy nem. De mekkora különbség van, amikor az Úrral kezdjük, és időt töltünk Jézussal, és benézünk a szemébe az igén keresztül, elmélkedünk, gondolkodunk, nem csak magunkért imádkozunk, hanem másokért is. Én szoktam imádkozni érte is, a kollégámért is. Isten szelleme betölt bennünket, és tudod, ez meglátszik rajtunk. Mint hogy Mózesen is meglátszott a múló dicsőség. Az alkalmasságunk pedig, ahogy olvasok a 2 Korintus 3:5-6-ban, az Istentől van, nem magunktól. És ez egy nagyon fontos igazság. Nem, mint a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy ez a szolgálatot betöltsük, az alkalmasságunk forrása az élő Isten. A Temzén van egy verseny, egyetemi csapatoknak a versenye, és ennek az egyik válfaja a 8-as kormányos, a 8 pár evezős, és aztán a tavaly évben éppen egyik magyar diák is benne volt, talán az Oxford Egyetem csapatában, akik megnyerték ezt a versenyt. De nem is ez a lényeg, hanem a megértés, ami ebben a képben benne van. Az evangelizáció nem egyéni művelet. Tehát az Isten az evangelizációt nem ilyen egyszemélyes kamikáze akcióként szánta. Az evangelizáció csapatmunka. Az első perctől kezdve a misszió az csapatmunka volt. Amikor Pál elindult, nem egyedül ment. És amikor ment, már nézte, hogy kiket lehet hívni magával. Amikor születtek a gyülekezetekből már küldtek munkásokat, például Tesszalonikából, Korintusba. Korintusból Efézusba. Mentek, csapat volt, csapatmunkában dolgoztak együtt. A 8 pár elvezetésnek a lényeg az, hogy mindenki evezhet bátran, mert a kormányos tartja az irányt. Ezért nem bizonytalanok azok, akik eveznek, teljes erővel tudnak evezni, mert jó az irány. Ilyen az Isten királysága is.
Azért tudunk bátrak lenni, azért tudunk teljes erővel szolgálni, mert tudjuk jó az irány. Nem normális az, aki nyomja a gázt úgy, hogy bizonytalan, hogy jó fele megy. Sőt, erőtlenség származik abból, ha az ember bizonytalan, hogy az irány, a cél, ami előtte van, az jó-e? Azonban tudjuk, hogy jó irányba vagyunk, mert Krisztus fogja a kormányt. És mennyire fontos Isten vezetését megérteni az életünkben. És itt nem csak az evangelizációra értem, hisz az Isten vezetése egy szelete, Isten vezetésének csak egy szelete, a misszió. Az életünk egészen fontos az Istennek, és van vezetése számunkra. És akkor tudok bátran haladni előre, ha tudom, hogy az irány jó. Másik dolog, ami 8 pár evezősben lényeges, hogy akkor tud a hajó leggyorsabban haladni, ha minden evezős a teljes erejét bevetve evez. Azért van erőtlenség sok gyülekezetben, ifjúságban, mert csak néhányan eveznek. És a néhány még el is hiszi, hogy ez a küldetése, hogy ők hordozzák az egész nyáj terheit. És mindig elő legyenek. Ha téged Isten hívott el, a te sikered és győzelmed az, ha 2 év múlva, vagy 3 év múlva már van melletted valaki, akinek megtanítottad azt, amit Istentől vettél. És megértetted, hogy akkor fogtok haradni előre, ha bevonsz másokat, ha megosztod másokkal, amit kaptál Istentől. Pál apostol ilyen életet élt. És minél többen vagyunk, akik bekapcsolódunk ebbe a csapatmunkába, annál erőteljesebbé válik az evangélium képviselet ebben a városban. El szoktam mondani, amikor közétek jövök a Naputcán, és voltam Isten kegyelméből, és köszönöm, hogy úgy gondoltátok, hogy meghívtok ma is, és tényleg hálás vagyok ezért, hogy amikor megálmodtuk Dulko István barátommal erőteljes kezdeményezésemre ezt a Budapest ifi sorozatot, hogy legyen, akkor ennek a célja az is volt, hogy misszió induljon ebben a városban. Hogy kapjatok bátorítást, hogy ide jöttök tanulni, hogy esetleg nem feltétlenül kaptok a hátteretekből fakadóan bátorítást a misszióra, a szolgálatra, a közösségre, hogy legyen helyetek, ahol kaptok áldást az Istentől, ahol meg tud áldani az Úr benneteket, ahol tapasztaljátok Istennek a jelenlétét, a Szentlélek erejét, megnyilvánuló és valóságos munkáját. De az is fontos volt, hogy gyülekezetek szülessenek, hogy plantálódjanak újabb és újabb gyülekezetek ebben a nagyvárosban. Hogy ott, ahova majd mentek, amikor végzősök lesztek, és elhelyezkedtek azokon a helyeken, ahova Isten visz benneteket. Ez is a szívünkön volt. Hogy ne csak addig jussunk, hogy nem vagyok egyedül, hanem lehetünk még többen is. Még vannak üres helyek, az én helyemet átadom valakinek. Én inkább állok. De itt is szívesen ülök, de szerintem, akik dicsőítettek itt, ők is így vannak vele. Hogy ők is átadnák a helyet, jöjjenek be az utcáról. Egy pár furcsa arcú gyereket láttam ebben az utcában. Gondolkodtam, hogy lehetne felük evangelizálni. Hogy megtérjenek. Miért ne lehetne az, hogy Isten megragadja a szívüket? De először kell az ima, a könyörgésértük. Hogy a láncok lehújjanak, a vakszemek megnyíljanak. Sokféle háttérbe jöhetünk Jézus Krisztushoz, mint mondtam, jól szituált családból is nagyon nagy csoda az ember meg tud térni. Isten kegyelme. De most volt egy srác, ilyen helyre járok gyülekezetbe, olyan srác tért meg, akire a kommandósok rúgták be az ajtót. És mindenkit a földre fektettek fegyverrel, géppisztollyal, a szüleit is. És ez a srác megtért. Nem mondom, mivel foglalkozott. Korábban. És most klinikán dolgozik beteghordó. Betegeket tologat és pátyolgatja őket. Szétetolválva, kopaszon és kigyúrva. És amikor a szülei édesapja, meg az édesanyja meghallgatta a bizonyságtételét a bemerítése előtt, akkor mind a ketten fölálltak, hogy ők ezt a Jézust követni akarják. Aki a fiúkkal ezt tette, hogy ebből a gyerekből, aki 8 osztály után mással kereste a pénzt, amit lehet sokan életen át nem keresnek, annyit keresett, most látják, ilyen szeretettel viszonyulni a szüleihez, az élethez. És az anyukája azóta is jár a gyülibe. Most ő a felfedező csoportra jár, be akar merítkezni. Apukát meg imádságban követjük, mert azért neki nagyobb ugrás lesz. Férfiként értem én ezt. Hogy kicsit elemzi, meg gondolkodik, meg ciki, meg a pecapotot el kell engedni. Vasárnap, ugye.
És rá kell jönnie, hogy a gyülekezet ez nem női dolog, hanem ez egy harcos dolog, igazán férfias dolog. A legférfiasabb dolog ezen a világon. Istennek harcosai a hölgyek is. Mint mondtam, az első bizonyságtevők hölgyek voltak, azt tudjátok, igaz? Ők szaladtak a sírtól elmondani Péteréknek, hogy gyerekek, feltámadt Jézus. Nem is akarták elhinni nekik. Szóval csapatmunka. Szükséges a missziónkban, mikor evangélizálunk, elemezni a körülöttünk élő világot. Sokan keresztények, vagy többen keresztények ott követik el a hibát, hogy 20 évvel ezelőtti módszereket alkalmazva próbálnak elérni ma élő embereket. Szerintem ez egy meddő vállalkozás. Én azt gondolom, hogy meg kell értenünk a mai világot. Készül most egy szociológiai felmérés, és azt mutatták, hogy a mai fiatalok nem lázadóak, igazán semmi nem érdekli őket, magukba fordulóak, és leginkább otthon szeretnek lenni. Na most ezeket érjük el az evangéliummal. Hát iskolába járnak, nem? Jó esetben. Nem kötelező. Tehát hogyan tudjuk elérni őket? A diákokon keresztül? Evangéliumi diákkörök. Potenciális evangélistáink vannak az intézményekben. Tavaly 360 középiskolás diák felé szolgáltunk önkéntes munkásokkal, akik egyetem vagy munkahely mellett vállaltak osztályfőnökórákat, hogy tartanak két hetente havonta középiskolában. Ezek közül 130-nak a visszajelzését kaptuk meg a diákoknak, és kb. 40%-a nyitott és érdeklődő. Többet szeretne megtudni az evangéliumról. Mert osztályfőnökórán muszáj volt neki ott ülni. És elmondtam a tesóknak, hogy gyerekek, nekem oda ne menjetek a fiatalok közé, úgyhogy nagy és sokat ígérő kapu nyílt nekem Efézusban. Ez nem így kell. Jézus így csinálta. Mondjátok azt, a középpályáról jobbra fölívelték a labdát, a jobb szélső meghúzta, beívelte középre, a csatár levette a labdát, meghúzta a kapusnak a lábánál. A kapu előtt állt, és nehezebb volt kihagyni, mint berúgni, gól! No, látjátok, ez a jobb szélső, a názáreti Jézus Krisztus, aki helyzetbe hoz benneteket. Bocsánat, aki kicsit sokkoló voltam. Nem mondjátok el otthon. De nem ez a valóság. A názáreti Jézus Krisztus halászoknak, halászatból vett példákon keresztül mondta az Isten országának dolgait. Földműveseknek, meg Galileában annyira, olyan bőven 10-szer arattak. 10-szer szedtek gyümölcsöt. Volt olyan növény, ami 12-szer hozott termést. Tehát minden négyzetmétert bevetettek, bűn volt nem bevetni egy négyzetméternyi földet is. Ezért a földműveléssel szóló példákat mondta, mert mindenki művelte a földjét. Példázatok, képek, vizuális világban élünk. Azt mondta egyik evangélista, a mai generáció a szemével hall és az érzéseivel gondolkodik. Beszéljünk képekben, nekem nem nehéz egyébként. Ragadj meg képeket. És mondd el példázatokban, történetekben az evangéliumot. És a másik nagyszerű lehetőség a személyes élettörténetünk, megtapasztalásaink és átéléseink megosztása az emberekkel. Újfajta megközelítés. És nem akarom elemezni ezt a világot, hogy hova süllyed és milyen deformációk vannak, de fontos látni és érteni azoknak az életét, akik felé megyünk. És szakítsunk már azzal a gondolkodásmóddal, hogy van egy gettósított gyülekezeti kultúra, és van a világ, fúj! Persze, hogy fúj, mert utáljuk az egészet úgy, hogy van, mármint a bűnt és a romlottságot, a ocsmánságot, és nekünk is harcunk van, és kísértés a világ felől, és az ördög minden démona megpróbál bennünket elbuktatni. Fájdalmasan látjuk emberi életek tönkremenetelét válás után, a gyerekeknek a sorsát, életét, persze, hogy fájdalmas, és utáljuk az egészet. De mi dolgunk az, hogy bevigyük a világosságot a sötétségbe. Hogy só legyünk ebben a sótlan világban. Hogy megkérdezzük az ismerősünktől, figyelj, azt mondtam, édesapád szívinfarktus kapott, mi van vele? Imádkozhatok érte? És a családodért? És gondoljátok, ez nem evangélium? Nem az Istennek a munkája? És megkérdezzük, hogy figyelj, te miért vagy ilyen? És akkor jöhetsz tovább, azért, mert engem megmentett az Isten, és megtanultam, milyen az, amikor fontos vagyok valakinek. És ezért vagy te is fontos nekem.
néha ezeken múlik. Ezért mondtam, a szív a legfontosabb dolog a missziónkban. A szívem visz előre, és az idő meghalad. Motiváció. Hallottuk a bevezetésben az apostoli kornak a szenvedélyét, a tűz, ami benne volt ezekben az emberekben. Tele voltak szenvedéllyel, tűzzel, és el sem lehetett őket hallgattatni. De azt is tudjuk, hogy ott is voltak meglankadások, erőtlenedések. Ezért kellett Timóteus bátorítani az apostolnak, hogy emlékezzél meg, mit kaptál az Istentől, milyen karizmát, kegyelmi ajándékot kaptál, és lobbantsd lángra, ristart, ugye ezt olvastuk. Újra, bútold újra. Ha nem megy, reszeteld le. Indítsd újra a Windows-t. Update-eld. Töltsd a legfrissebb verziót. Ember! Te még az 1.2-esnél tartasz? 3.14 a legfrissebb verzió? Csatlakozz már a wifi-re! Elfelej, ki van kapcsolva, ember? A vírusvédelmi rendszered katasztrofális. Tele van résekkel. Tudnátok párosítani bibliaverseket ezekhez? Minden félfejezett dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indulunk az élet. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szerelme. És ez a világ elmúlik, de akiben megvan Isten szeretete, az megmarad örökké. Halleluja! Vagy lobbancs lángra Isten szelleme által a tüzet a szívedben. Mert alapvetően a missziónknak a kiinduló pontja a szívünk. Kérdés az, hogy Krisztus-e abban az Úr, és ha nem, akkor fontos, hogy megkérjük az Urat. Úr Jézus, itt van az életem, minden pillanatom a tiéd. Én szeretlek téged, és bocsáss meg nekem, hogy tényleg ezt elfelejtettem. Annyi programom van, annyi feladatom van, és tényleg tanulni kell egy csomót, és tényleg becsületesen akarom csinálni, és szolgálni is akarlak téged, és itt vannak a szüleim, és takarítani is kéne, és el kéne mosogatni, és a bűnözőknél is be kéne dobni a szennyesbe. Bocs! De igazán nekem rád van szükségem. Mit gondoltok, nekem nem kell újra és újra oda menni Jézushoz, hogy újítsa meg a szívemet, és Uram, nem akarok ilyen langyos lenni, mert én utálom, de te jobban. A Szentírás személyes olvasása, felismerése, hogy az Isten igéje neked szól. És tudjátok, a Biblia tükör. És tényleg imádkoznunk kell, azért Isten szelleme nyissa meg az igét előttünk, mert tele van a fejünk információval. Én is tudom, tehát az e-mailek, a üzenetek, a feladatok. És akkor utána ezek közepette előveszem a Bibliát, és akkor utána visszaveszem újra a 40 e-mailt és az 500 üzenetet. És fel kell dolgozni, és emögött feladatok vannak. És a kettő között olvastam Bibliát. Mit olvastam? És igen, és nagyon kell újra és újra azt mondani, Uram, adj nekem világosságot. És mutasd meg, adj tükröt elém. Néha az életünket megakasztják, és tönkreteszik a kis bűnök, az irítség, a gonoszság, a lustaság, a restség, a tisztátalan beszéd, a hiába való beszéd, a negatív beszéd. Néha apró dolgok azok leginkább keresztényeknél, ami miatt elmegy az erő az életünkből. Megakasztják az életünket. És olyan jó, amikor olvasom az igét, és szól az Isten, és elkezd korrigálni. És eszembe jutnak képek, pillanatok, amikor tényleg azt mondom, hú, ezt elrontottam. Nem ilyen voltam, nem így viselkedtem, Istenem. Bocsáss meg, ugye, szeretett himnusza, és például az egyik rész, ugye nem örül a hamisságnak, de úgy is fordíthatjuk, hogy nem feltételez rosszat. Volt már olyan, hogy rosszat feltételeztél? Ne, ez felkezdett. És igenis, harc nekem is bizonyos szituációban nem a rosszat feltételezni, hanem Istent kérni, könyörögni, Uram, az én szívem hajlan, hogy a régi rossz tapasztalatokból induljak ki, és feltételeznem most a legrosszabbat, és olyan rosszul érzem magam tőle, hogy ez nem a te szellemed. Adj nekem erőt a te szereteted által. Adj erőt nekem, Uram. Vagy amikor jön a sértettség, megbántott a főnököm, és be kellett számolnom neki egy feladatról, és ott volt bennem a sértettség, szebben is mondhatnám,
hogy jobban nézzek ki. De az az igazság, hogy meg voltam sértődve. És előtte prédikáltam a szeretet himnuszáról. És azt mondta, Istenem, könyörülj rajtam. Itt van bennem az a sértettség, nem viselkedhetek így. És adott Isten szellem erőt. És a légköre megváltozott a beszélgetésünknek. Az egész légköre megváltozott. És éreztem, Isten jó indulatot támaszt a szívébe. Mert én szeretem őt, és áldást kívánok. De akkor meg voltam sértődve, és küzdenem kellett. Így néztem a monitort, miközben beszámoltam a feladatban. Igen, ez egy küzdelem. De ha van tükör előttünk, a Szentírás, Isten szelleme eszünkbe jutatja az írás, az igét, akkor meg tudjuk harcolni győztesen ezeket a harcokat, hogy ne a testünk diadalmaskodjon, hanem az élet Isten dicsőségére. Az ima életről beszéltünk, bátorítása egymásnak, nagyon fontos, szükségünk van egymásra. Akár letegyük a terheinket, akár bátorítsuk, motiváljuk egymást, vagy együtt imádkozzunk azokért a kapcsolatainkért, akik még nem ismerik Jézust, különösen fontosnak tartom. És a bizonságtétel, amitől ilyen kigyúrtak lesztek. Akkor megkérdeztem Gyuribe, hogy szerintetek mitől lett ez ilyen erős ez a gyerek? Az egyik erőemelő srác beszólt, hogy a proteintől. Mondom, azért biztos, hogy más is csinált. Még ha fel is van fújva, újra és újra ugyanazokat a gyakorlatokat csinálta. Újra és újra ugyanazokat a gyakorlatokat csinálta, és megerősödött. Ezért bátorítlak titeket, hogy ne hallgassatok, mondjátok el a bizonságtételeteket, mondjátok el, hogy mit tett Jézus az életetekben. Vagy csak mondjátok el, mit csináltál tegnap? Figyelj, ifjú istentiszteletben voltam. Tök jó volt. Mi volt abban olyan jó? Csak elmondod, hogy mi volt neked ebben olyan jó. Hogy mit értél át, kivel találkoztál. Egy kockásinges fickó itt ugrált. És jó zene volt tényleg. Funky, funky, funky. Felfigyeltem én is, hogy újítottak a tesók, és jól teszitek, hajra előre. És elmondod nekik, és akkor kialakul egy beszélgetés. Az emberek, akik nem ismerik Jézust, azt sem tudják, hogy ki ő, hosszú időt, hosszú utat tesznek meg a megtérésig. Én 5 év volt az én életemben az út, ami meg tudtam térni. Az első érdeklődés. Követően 5 év, olyan sötétségben éltem. 5 év. Az első beszélgetés, az első találkozások, az első istenkeresés után. 5 év. 1 év intenzív bibliaolvasás és gyülekezetbejárás. Után adtam át az életemet Krisztusnak. Türelmesebbnek kell lennünk, nem egy bizonyságtétel, aztán leevangelizáltuk. Türelmesen. Isten szelleme vezet bennünket, és ő motivál bennünket, hogy haladjunk előre. Amen. Nézd rám, Sanyi, gyertek egy kicsit előre, jó? És akkor szeretném, ha tudnánk együtt imádkozni. Sok minden elhangzott, és azt gondolom, hogy többféle impulzus érhetett bennünket, több területen. Szeretném, most fölállnátok a helyeteken, és Isten elé állnánk először. És használnánk az imának az ajándékát az életünkben. Hogyha arról van szó, hogy újra oda kell adnunk az életünket Istennek, a Názaret Jézus Krisztusnak, hogy Uram, Te vagy az én megváltom, Te légy az én királyom. Ha éppen bűnök azok, amelyek akadályozzák az életünket, vagy rossz gondolkodásmód, vagy eszünkbe jutnak emberek, arcok, életek, akiket nem szeretnénk a mennyből letekintve a pokolban látni, gyötrődni. Hanem azt szeretnénk, hogyha velünk lennének a mennyben. Akkor imádkozzunk értük. Lehet konkrét dolgokat, és eszedbe jutott Isten szelleme, hogy miben, mi kötözik meg őket, ami miatt nem tudnak kiszabadulni. Most azt gondolom, hogy csendesedjünk el, és személyes imádságban menjünk Istenhez, mert ahányan vagyunk, annyi félik. Én csinálnék egy előrehívást 3-4 dologban, de sokkal többre jutunk, ha a szívünket visszük Istenhez. Kinek a saját szívét. Csendesedjünk most, de hunyjuk be a szemünket, és menjünk így Isten színe elé, az Úr Jézus Krisztus drága nevében, és imádkozzunk.